Hagymát, mentát és petrezselymet ültettek az aranyiskolában a gyerekek a most épített magas ágyásokba. Mint ezt az intézmény főigazgatója mondja, a környezetvédelemre való nevelés kiemelt feladat náluk, ezért hálás a Hidrónak a felajánlásért. A mi iskolánkban nagyon fontos a környezetnek a közvetlen megtapasztalása. Ugyanilyen fontos a környezetvédelem az, hogy nem csak miénk és a mostani generációé a körülöttünk levő világ, hanem ezt szeretnénk az utódainkra is meghagyni, és ez már az óvodába el kell, hogy kezdődjön. A cég nem először támogatja az intézményt. Az önkéntesek például 2 évvel ezelőtt létrehoztak raklapokból egy szabadtéri osztálytermet, melyet néhány nappal ezelőtt újítottak fel, most pedig a magas ágyásokkal segítik az intézményben a környezeti nevelést. Az év során és tavaly is, a tavaly előtt is már több olyan alkalom volt, ahol az egész cég összefogott, és ebben a szellemben szerveztünk programokat. És azért esett a választásunk az Arany János iskolára, már 2 évvel ezelőtt is, mert hogy ezt a fajta szellemiséget abszolút láttuk befogadni és támogatni. A gyerekek nem csak elültették a növényeket, a tanév során megtanulják a gondozásukat is.